Éjszakai sportprogram, mini EB, újraéledő nyitott tornaterem programok. A közösségi sportesemények szervezői is készülnek már a következő időszakra. A legközelebbi program esetében természetesen még online. Szia, köszöntelek szeretettel a VIT Night rendezvényén. Már készülnek a videók arra a különleges éjszakai programra, amelyre a Magyar Szabadidősport Szövetség pályázatán nyert támogatást, a PEMESZ. Körülbelül 10 sportágban április 24-én az Európai Sporthéthez kapcsolódó Be Active Night, tehát éjszakai sportolás keretében a Sportolj velünk Cegléd oldalon ingyenesen lehet csatlakozni 10 különböző mozgás élményre. Gyerektorna, egészségmegőrző foglalkozás szépkorúaknak, jóga, zumba, spinning, kétféle cross training, gerinc torna, zenés torna és hit edzés. Ez mind várja az éjszaka is aktívakat a Facebook oldalon. A videók azonban természetesen nem csak ezen az április 24-i éjszakán lesznek elérhetőek. Az önkormányzattal együttműködve valósulhat meg a program. A város sportkoordinátora pedig egy különleges pólót is tervezett erre az eseményre. Ebből néhányat ki is sorsolnak majd a résztvevők között. Ez a legközelebbi terv. Majd jön a június és vele a mini EB. Gyakorlatilag a 24 csapat benevezett, június 12-én tervezzük, hogyha a lehetőségek ezt engedik, a Sportcsarnok Kft. Támogatásával kint a CVS sporttelepen 6 pályán, 24 csapattal, aminek az a különlegessége és egyedülálló az országban, hogy a részvevő EB csapatok mezeibe fognak focizni a szabadidősportolók is. Természetesen, ha a járványhelyzet már engedi, elindulhatnak majd a közösségi sportprogramok is. Szeretnék megrendezni a most már hagyományos őszi sportnapot, és persze minél több nyitott tornaterem programot is, mondta Jezernicki Attila.